Az első hazai országos előválasztás alkalmával mintegy 633 ezeren vettek részt az ellenzéki miniszterelnök jelölt és a helyi képviselőjelöltek kiválasztásában. A szeptember 30-án ismerté vált hivatalos eredmény szerint a miniszterelnök jelölti szavazás első fordulójának győztese Dobrev Klára, a DK jelöltje. Mellette a második fordulóba jutott Karácsony Gergely, az MSZP Párbeszéd LMP és Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa mozgalom jelöltje. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei második számú választókerületben dr. Kertész Otto, az MSZP Párbeszéd LMP Jobbik támogatottja, 1627 szavazattal közel 59% megszerzésével lett az ellenzék közös képviselőjelöltje. Dr. Gedei József, a DK Momentum Liberálisok támogatottja, 1141 szavazattal, valamivel több mint 41% megszerzésével a második. Szerinte nem elsősorban a jelöltek személye, hanem a mögöttük álló párt támogatottság volt a döntő szempont a voksolás alkalmával. Döntő jelentőségű volt, hogy polgármester úr már az elmúlt évben jelezte, hogy nem támogatja az én indulásomat, és ebben az évben pedig Kertész Otto mögé állt. Ez alapvetően eldöntötte ezt a kérdést. A helyi ellenzék belső vitái ellenére is támogatja a megválasztott közös jelöltet, fogalmazott dr. Gedei József, akinek közösségi oldalán korábban már gratulált. Nem kérdés, hogy az Orbán rendszer leváltása és a közös lista és a közös jelöltek támogatása a cél. Tehát mi természetesen mellette vagyunk az Orbán rendszer lebontásának és az új köztársaságpárti kormány megalakításának. Mindezek előtt azonban a miniszterelnök jelölt választás második fordulójában Dobrev Klára megválasztása érdekében dolgoznak. Az első forduló választókerületi adatai szerint a szavazók többsége a DK kormányfőjelöltjét támogatta a térségben. Dr. Kertész Otto, aki immár az ellenzék közös képviselőjelöltje, megköszönte a szavazók támogatását. Elsősorban köszönet mindenkinek, aki elment. Függetlenül attól, hogy kire szavazott, köszönöm, hogy egyáltalán élt ezzel a lehetőséggel, ami Magyarországon ilyen szinten országosban az első volt. Ezen belül meg természetesen még nagyobb köszönet azoknak, akiknek köszönhetem ezt a továbbjutást, mert én ezt még nem győzelemként élem meg, hanem továbbjutásként élem meg, és annak a csapatnak, akik mögöttem álltak. Úgy vélte, a sikerben szerepet játszott a pártok, szimpatizánsok támogatása és a jelöltek személye. Az egyik oldalon nem a mi pártcsoportunk nyert, a másik oldalon helyben a mi pártcsoportunk jelöltje nyert, tehát itt minden belejátszik, a pártok is, de én azért azt hiszem, hogy ilyen lokális szinten igen-igen domináns szerepe lehet azért annak is, hogy az illetőnek a személyisége milyen, és azt a választópolgárok milyen szinten értékelik. Ha továbbra is azt a célt tűzzük szem előtt, látjuk szem előtt, ami eddig is, akkor együtt kell dolgozni. Az ellenzéki pártok képviselői a jelöltek tájékoztatása szerint várhatóan a miniszterelnök jelölti előválasztás második fordulóját követően ülnek tárgyalóasztalhoz helyi szinten is, hogy kidolgozzák a közös kampánystratégiát az elkövetkező hónapokra. Hogy viszonyulunk egymáshoz?